nagyon jó hangulatban teltek a forgatások, nagyon sokat nevettünk. Vigyátékot forgatni igazából elég nehéz. Egyrészt, hogy van egy ritmus, amitől működik az egész, másrészt úgy kell a színészeknek nagyon vicces helyzetekbe keveredni, hogy ők maguk nem nevethetnek. Ami az egyik legnehezebb feladat, ti már próbáltátok egyébként visszatartani a nevetést. Előre borítékolom nektek, hogy nem fog menni. Alapvetően elég jó humorú az alapanyag a forgatókönyv, amivel dolgozunk, szóval már a jeleneteken, ugye a próba alatt is elég sokat nevettünk. Egy film az nagyon intenzív, tehát hogy egy hónap, másfél hónap alatt többet vagyunk ezekkel az emberekkel, mint mondjuk a családunkkal. Tehát nyilván egy idő után kinyílunk, és mondjuk a fiúknak nem volt nehéz, nem egy idő után, hanem már az első naptól kezdve, tehát hogy szerencsére tényleg nagyon jó hangulat volt. Szabó Simontól. Sokat várunk. Tudom, hogy az azért legyakoroltad ki otthon. Nehogy gyakoroltam. Hogyha olyan nagyszabású rostcsontok találkoznak, mint például Szabó Simon és Klem Viktor, akkor abból még a forgatás szempontjából veszélyes helyzetek is adódhatnak. Tehát történtek már elröhögések, és történtek a szetten belül kényszerű fegyelmezések. Viktor! Gyere. Néha persze azért a sarkamra kellett állni, hogy most haladnunk kell, és persze én is nevetek ezen a dolgon, de hogy 12 óra, 14 óra be kell fejeznünk ezt a mai napot, ami ki van mára írva. Otthon egyedül. Ez jó, reggel. Visszanéztünk egy bakis jelenetet, és hát azt hiszem bátran mondhatom, hogy vinyogva röhögtem, annyira iszonyatosan vicces volt. Azt hiszem, ezt soha nem fogom elfelejteni. Sokszor az a helyzet, hogy amikor néztek egy filmet, és láttok egy-egy jelenetet, akkor azt gondoljátok, hogy hú, ez biztosan nagyon könnyű volt felvenni. Hát nem ez a helyzet, nálunk is volt egy-két olyan jelenet, ami elég macerás volt, többek között ilyen ez a festéköntéses jelenet. A filmben ez egy nagyon rövid dolog, de nekünk ez volt az egyik legnehezebb. Amikor ötször öntenek le egy vödör festékkel, és utána mindegyik öntés után át kell öltöznöd, és le kell zuhanyoznod, és újra kell, hogy sminkeljenek, az ez nem egy olyan egyszerű sztori. Mégiscsak a simjegit le kell önteni, és azért egy jó párszor megkapta. Jó, de legalább volt felület. Az biztos, csak profikkal érdemes dolgozni. Ennyi. 90/2, 13/59. Szerintem indítsuk jól ezt az évet. Gyertek moziba, nézzétek meg a Kölcsönlakást, nevessetek, érezzétek jól magatokat, és szeressetek. Ezért választottuk Alit, mert olyan serény. Nem, ilyen. Kölcsönlakás. Dobókat a filmje.